Michael Treeman és 17 éves fia Derek már sokszor kajakozott a michigani tavon, de ezen az áprilisi délutánon máshogy alakultak a dolgok. Sosem voltunk ilyen hidegben, kint a vízben. Ezt is ki akartuk próbálni. Azt terveztük, hogy kimegyünk, kicsit élvezzük, és visszamegyünk. Maximum egy óráig akartunk kint lenni, hogy visszatérjünk a sötétedés előtt. Michael figyelmeztette fiát, hogy óvatos legyen. Tartott egy gyors eligazítást, hogy ne bolondozzak. Talán egy kilométert eveztek, hogy túljussanak a fodrozódó vizen, ami a parthoz volt közel. Aznap a hullámok kb. Egy méteresek lehettek. Valójában az egész csendes, amikor már kiér az ember a nyílt vízre. De ahogy visszafordultak, Michael kajakja kezdett megtelni vízzel. Aztán egy nagyobb hullám fel is borította. Michael beleesett a fagyos vízbe. Ó, Istenem, mit tegyek most? Ez volt az első gondolat, ami átfutott az agyamon. Michael tudta, az esélye a túlélésre csekély. Először őszintén azt gondoltam, hogy itt fogok meghalni. Az edzettségem, az úszó tudásom, minden, amit tudtam, ezek alapján arra jöttem rá, hogy túl messze vagyunk. Túl hideg volt a víz ahhoz, hogy azt a távolságot, ami még a partig volt, túléljem. Teljesen megfagytam a hideg víz hatására. Mégis úgy döntött, hogy küzdeni fog. Szó szerint azt gondoltam, hogy ha Isten akar ma engem, akkor vinnie kell, mert én nem adom fel. Michael odaúszott Derek kajakjához, megkapaszkodott a kajak hátulján egy fogantyúba, és mindketten vadul eveztek a part felé. Elmondtam egy rövid imát, hogy Isten segítsen meg minket. Segítsen, hogy végig tudjam csinálni, hogy apa végig tudja csinálni. 10 perc múlva Michael teste kezdett leállni. Olyan gyenge lettem, hogy a kezem lecsúszott a kapaszkodóról, és én meg elmerültem. Teljesen a víz alá. Michael háromszor is elmerült a vízben. Körülbelül 130 méterre voltak a parttól, amikor pár fiatal, akik a parton sétáltak, kiszúrta őket. 9-11, hol van a vízhelyzet? Itt vagyunk az Indiana Jones Beach-en, szemben a Nemzeti Parkkal. Valaki kajakkal a vízen, és mellette valaki a vízben, és segítségért kiabálnak. Ekkor már csak egy méterre voltak a parttól. Ketten bementek segíteni a vízbe, amíg a harmadik telefonált. Bejöttek a vízbe. Két férfi megragadott, felemelt, és kivitt a partra. Mennyi ideig volt a vízben? Azt állítják 40 percig. Most húzták ki a vízből. Beviszik az épületbe. Kicsit ijesztő volt. Ő az apukám. Ha elveszítettem volna, úgy érezném, hogy az én hibám. Hamar megérkeztek a mentősök, és a helyi kórházba vitték. Az orvosok kihűléssel kezelték, és tudták, hogy ez bárhogy végződhet. Amikor Michaelt behozták, 29 fokos volt a testhőmérséklete, ami mérsékelt kihűlést jelent. Ezen a szinten a szívverés lelassul. Növekszik az aritmia veszélye. Az erős szívritmus zavar pedig nem fér össze az élettel. Szintén nagy esélye volt, hogy tartós fese és izomsérülést szenvedett el, de amint Michael testhőmérséklete elérte a normális szintet, már biztos volt, hogy rendbe jön. Amint stabilizálódtam és visszanyertem a mentális képességeimet, hálát adtam Istennek, hogy életben vagyok. Mindössze 4 órás bentartózkodás után hazaengedték Michaelt. Bejött az orvos, és ezt sosem felejtem el, nála volt az orvosi kartonom, amit odadobott a pultra, rám nézett, és azt mondta, ha nem hisz Istenben, akkor mostantól higgyen. Azt is mondta, hogy maga sem hiszi el, amit most mond, de nincs oka rá, hogy bentartson, hazaengednek. Az, hogy a fiatal emberek ott voltak időben, és hogy ilyen gyorsan felépült, Michael szerint ezekre csak egy magyarázat van. Tudom, hogy Isten ott volt végig. Az alkalmasság, mind a fizikai, mind a mentális erő, amivel visszaértem a partra, túl volt az én képességeimen. Ahogy az események követték egymást, az mind-mind Isten létezését bizonyítja a számomra. Dr. Michael Woods is egyetért. Igen, ezt én csodának nevezem. Csodálatos, hogy átvészelte, és nem lett hosszú távú következménye.
amivel aztán hosszú ideig együtt kell élni. Ez fantasztikus. Isten adott neki erőt, hogy végigcsinálja, kitartson, és túlélje. Michael és családja hálás Istennek a védelméért és a kegyelemért. Isten ott volt mindvégig, és ő tartott életben. Ő adott erőt és akaratot, hogy harcoljak. Tőle jött mindez. Nem én voltam az erős. Ő tett azzá. Csak egy kevés traumát és fájdalmat kellett elviselnem, ami már magában is csoda. Így dolgozik Isten. Meghalhattam volna, de ő kimentett. Ez annak a története, hogy hogyan tesz Isten csodát. Áldott vagyok, mert Isten úgy döntött, hogy megment, és hogy élve húz ki a vízből.